Márk a mostani vendéglátó nem biztosítja az étkezéseket, ahogy az lenni szokott ezeknél az önkéntes munkáknál. Ez nem jó, az viszont igen, hogy ennek okán kénytelen voltam magam elmenni a boltba, kajákat vásárolni, és egy csomó érdekességgel találkoztam. Kaja állati drága. 2 kiló rizsért 800 jent fizettem, ami közel 2000 forint. És hát akkor igyekszem, zöldségek, gyümölcsök, baromi drágák, és akkor igyekszem levadászni az akciós termékeket, meg amit mások itt hagynak a házba, azt összeszedegetem, meg halkonzervet vettem tegnap. Hát most ez az ebédem. Rizs, káposzta, hagyma, egy kis halkonzerv, néhány paradicsom, itt találtam, valaki itt hagyta, és van benne egy kis zöldbab is, akkor ezt összefőztem. Na, rogyog a mai ebéd, ami nem más, mint egy kis rizs zöldbabbal összefőzve, és aztán majd hozzáadagolom ezt a kis hagymát, káposztát, illetve vettem ezt a sokat ígérő konzerv kaját, ami a borítója alapján valami fajta pörkölt lehet, viszont ez a tasak volt benne, ami így tapintásra semmi fajta húst nem tartalmaz, csak valami folyadék van benne. Hát majd mindjárt kinyitom, és akkor meglátjuk, hogy mi van benne. Na, kinyitottam a tasakot, és a tartalmát integráltam a főzetbe. Hát úgy tűnik, hogy ez nem más, mint valami pörkölt szaft, mert hús az továbbra sincs benne, de az ujjamról lenyalva a maradékot egész finomnak tűnt, tehát szerintem nem lesz ez rossz. Újabb nap, újabb kulináris érdekesség. Már egy ideje figyelem a boltokban ezt a kis háromszögre csomagolt ízét, és akkor tegnap vettem egyet, 35 ilyen volt, mondjuk 120 forint. Szerintem tofu vagy rizs van benne. Nem tudom, a képen mennyire látszik, de még tudományosan az is rá van rajzolva, hogy ez az 1-es, 2-es, ja nem, ez a 2-es és 3-as sarok, így kell kinyitni. Hát egy kézzel ugye nem tudom, de most lerakom, mindjárt kinyitom. Na, nem tévedtem, egy rizs háromszög volt a csomagban, viszont itt a nejlonban lapul még egy ilyen izé, ami nem más, mint egy halszagú mosszat fólia. Ezzel már gyerekkoromban találkoztam egyszer, egy apákészségű hozott ilyet az iskolába. Egy kézzel borzasztóan nehéz térni. Na, tehát egy ilyen izé. Na, hát a mosszat pausz az halszagú, elég büdös, nem tudom, hogy mi a teendő vele, én majd harapok hozzá, vagy egyre rárakok. Ho-ho, meglepetés, valami van a rizsben, megszagolom. Szerintem ez is valami hal. Egyébként a pauszt alig lehet elrágni, állati erős. Egy falatonként becsomagoltam ebbe a mosszatba, és így eszem. Szokta, hogy mondjam, hogy az összhatás nagyon finom. Ilyet fogok még venni, és milyen ilyen kajánok. Aki jön Japánba, hogy vegye 3 szöget a boltban. Tegnap 2 újabb dolgot vásároltam az ebédhez, amit eddig nem. Az egyik az ez, ebben ilyen kis tasakok vannak, majd mindjárt megmutatom, és plusz ízt ad a kajához. Erről pedig szeretném azt hinni, hogy tofu, ami baromi jó lenne, mert utána néztem, és akkor a tofu az nem más, mint szójatúró, sok fehérjével, ami rendkívül jó, hanem mert itt a hús
állat világa. Egyáltalán nem engedhettem meg magamnak. Ez viszont barom jó olcsó volt. 30 deka, és mindössze 30 ilyenbe került. Na, tehát akkor van ez a termék, amiben ilyen kis tasakok vannak, és akkor megpróbálom most egy kézzel kinyomni, egy ilyen ízé jön ki belőle, ezt belekeverek ide az istanlevesbe, és akkor az olyan plusz ízt ad majd hozzáállítólag a tofu íztelen, plusz van még itt egy kis hagyma összevágva, ez is megy a levesbe, hozzá egy kis tofu fehérje. Na ez lesz a mai kitűnő ebéd. Ez akkor így belekerültek a tofu kockák a levesbe, szerintem ez jó lesz. És az jutott még eszembe, hogy kezdenek összeállni a dolgok és értelmet nyerni, hogy például a minap vásárolt tasakos pörkölt szaft, amit mutattam, az például milyen nagyon klassz lehet tofuval. Tehát fogok is venni megint és kipróbálom. Tofu, pörkölt szaft, rizs. Mekkora kalit lesz. Rotyog a mai menü, és ahogy azt tegnap elhatároztam, elmentem, és vettem egy újabb adag ilyen pörkölt szaftot. Mega! Hát ez biztos, hogy valami állati jó lesz, de azért a biztonság kedvéért még adagolunk hozzá egy kis lilahagymát, káposztát, és akkor itt van a tegnapi tofu maradéka, azt belevágom, és vettem egy másikat is ma, ez kék színű. És akkor, ja, van itt még egy paprika, ez is megy bele. És akkor főzök hozzá rizst, és aprítottam bele egy kis répát. És egy kérdés lehet a ominózus szav kapcsán, hogy miért ilyen előre csomagolt dolgokat vásárolok. Azért, mert itt a környéken nincsen piac, és mindenben van csomagolva, de ezt úgy értsük, hogy mondjuk, és minden borzasztóan kicsi és kis adag, tehát ezt úgy értsük, hogy mondjuk, ha egy zacskó ropit veszünk, akkor a ropik szinte szálonként be vannak csomagolva, minden úgy tűnik, mintha normál méretű lenne, tehát egy táblacsok is akkora, mint nálunk, viszont 100 gram helyett csak 50 gram. Hát jó, hát remélem, hogy máshol majd lesz piac is. Elkészült a főzet. Az életben nem gondoltam volna, hogy jó ízben fogok tofuból készült kaját tenni, de nagyon finom. Ez az előre csomagolt szaft, ez kör is, egy kicsit csípős, állati jó leszik, és az amerikai csaj meghagyott itt valami sóska levelet, vagy nem tudom ez micsoda, ezt teszem hozzá. Hát nagyon finom. És ez csak a fele, a másik fele megmaradt holnapra.